Az országos horvát önkormányzat egyik fő feladata eredményesen képviselni a 7 horvát szubetnikai csoport érdekeit, folytatni a kulturális autonómia szélesítését, az intézményi háttérrendszer kiépítését és a horvát nyelv és kulturális értékek ápolását. Mivel a magyarországi horvátok elsősorban a határmenti területeken élnek, önkormányzataik és szervezeteik bekapcsolódtak a regionális és a határon átnyúló kulturális, gazdasági, sport és egyéb programokba. Így történt ez az idei szalántai kulturális és gasztronómiai fesztivál kapcsán is, ami ki lett bővítve az Országos Horvát Önkormányzat állandó programjával, az Országos Horvát Kulturális Turnéval. A turné célja összekötni az ország horvát szubetnikai csoportjait és kulturális értékeit bemutatni egymás régióiban. 15. alkalommal szervezte meg ezt a kulturális turnét, aminek célja az, hogy a magyarországi horvátokat összekösse. Ma a Budapesti Horvát Hagyományőrző Egyesületet, valamint a Szalántai Marica Kulturális Egyesületet kötjük össze. Ők már egy ízben találkoztak az idén Budapesten, most pedig a Marica Kulturális Egyesület látja vendégül, valamint lép fel közösen itt a Kultúrházban a két együttes. Mindenképpen fontosnak tartja az Országos Horvát Önkormányzat, és a mi intézményünk is, hogy minél többször létrejöhessen ilyen rendezvény, amikor a magyarországi horvátok találkoznak, mivel amellett, hogy táncolnak, énekelnek, használják a horvát nyelvet, valamint új közösségek alakulnak ki, akár ilyen távlatokból, mint Budapest Szalánta. A Budapesti Horvát Hagyományőrző Egyesület nem első alkalommal találkozik a Szalántai Marica Kulturális Egyesülettel, de a kulturális turné első részében júniusban adtak először közös programot, míg most második ízben mutattak be horvát koreográfiákat egy közös kulturális műsor keretein belül. Elsősorban ugye a Horvát Hagyományőrző Egyesület magyarországi horvát táncokat állít színpadra, és anyaországi táncokat. Ez alkalommal is megpróbáltunk mind a két helyről egy spliti dalmát vegyes táncokkal kezdenénk, és gradissjei táncokkal pedig fejeznénk be a programot. Az Országos Horvát Önkormányzat minden évben megrendezi az Országos Horvát Kulturális Turnét. Ennek keretén belül a magyarországi horvátok lakta régióból egy-egy kulturális egyesület vendégszerepel egymásnál, hogy mondjam, egyiknél és utána vissza. Mi vendégül láttuk a Marica Kulturális Egyesületet, most pedig a Szalántai Marica Kulturális Egyesület vendégeként itt fogunk fellépni. A szalántai horvátok nagyon aktívak, számos hagyományt ápolnak, és a településen kiemelkedő számban szerveznek kulturális rendezvényeket. A falu hírét a jövőre 25 éves Marica Kulturális Egyesület tette ismerté az ország horvátok lakta településein. Számos saját rendezvényük van, melyeken az óvodás, az általános iskolás és középiskolás korosztály, de az egyetemisták és a felnőttek is fellépnek csoportjaikkal. Az egyesületben a horvát néptánc oktatása korosztályos lebontásban 4 csoportban zajlik. A szervezet 2020 őszén a horvát nemzetiség kultúrájának megőrzésében és vallási életében betöltött több mint 2 évtizedes szerepéért elnyerte a Pro Cultura Minoritatum Hungaria díjat. Hát én azt mondom, ami az én szívemnek a fontosabb, a Marica Kulturális Egyesület kulturális és gasztro fesztiválját tartjuk most, igazi hagyományőrző horvát ételekkel, vacsorával, műsorral, minden, ami szemszájnak ingere, és sütemény-sütő verseny van, amire szerintem rengeteg szalántai, horvát nemzetiségű is, és magyar is süteménnyel készült, úgyhogy izgatottan várjuk az végeredményt, illetve a kulturális turnéja van az Országos Horvát Önkormányzatnak, úgyhogy egy igazi tartalmas programra készülünk. Szerintem az mindenhol most probléma, hogy ha magyar rendezvény van, akkor miért nincs horvát, ha horvát rendezvény, miért nincs magyar. Szerintem Szalántán ezt a kettőt nagyon jó lehet ötvözni, és erre bármelyik rendezvényünk, a mostani, szerintem egy kitűnő példa lesz.
Úgyhogy aktívak az emberek, mindenki részt vesz. Tehát szerintem itt egész nap sürögtetek, forogtatok, hogy itt minden elkészüljön, úgyhogy csak gratulálni tudok hozzá. Hát elég sűrűen, és most nagyon izgatottan várjuk az év végét, az adventi időszakot, mert akkor is sok-sok rendezvényel készülünk a településnek, és szerintem eddig is akár a horvát, akár a magyar, akár a román rendezvények színessé tették a szalántai kulturális életet. A maricások száma a településen évről évre nő, hiszen már 3 éves kortól is lehet csatlakozni a táncsoportokhoz. Így a gyerekek már kiskorban belekerülhetnek a horvát közegbe, és megismerkedhetnek a horvát néptáncokkal, népdalokkal és hagyományokkal. Amikor elkezdtem az ovit, azért, mert szerettek ide járni, meg szerettem a tanárt is. Az egyesülethez nem csak 3 évesen lehet csatlakozni, bárki bármikor beléphet a csoportjaihoz, legyen az felnőtt, középiskolás, vagy még csak általános iskolás. Minden év szeptemberében tagfelvételt hirdetnek, melyhez ebben az évben csatlakozott ott Johanna is. Én ebben az évben kezdtem el táncolni, és szalántán táncolok. Azért már nagyon megtetszett a tánccsoport is, meg a tanár is. A szalántai Marica és a horvát nemzetiség igen híres barátságáról és vendégszeretetéről. Ezért is készültek a vendégeknek igen ízletes vacsorával a gasztronómiai fesztivál keretein belül. A fesztivál során az idei évben már 3. alkalommal rendezték meg a sütemény és torta sütőversenyt, melyre idén 16 versenyző nevezett finomabbnál finomabb hagyományos és modern édességekkel. A vacsora viszont egy igazi falusi, tradicionális vacsora volt, melyre az egyesület még sült kolbászt is készített, melyet a tagok töltöttek a délelőtti órákban. Hát egy gyenge húslevest csináltunk, hölgyek segítettek egy töltött káposzta, és van egy vegyes pörkölt, lesz oda főtt burgonya, sült kolbász, fasírt, hát csak ami szemszájnak ingere. Hát ebben van, szerintem karajcsont van benne, húsos csont van benne, hát meg egy csomó zöldség, hihetetlen sok zöldség. Hát a szakmám a szakács, az egyesületben meg a fiam táncolgat, úgyhogy ez a kötődés. A kulturális műsort közös vacsora követte, amire mindenkit vendégül láttak. A horvát bárban a talpalávalót a mohácsi fiatalokból álló Glasavi zenekar húzta. A buliba a környék szinte valamennyi településéről érkeztek szép számban.